Velünk történt magazinműsorunkat hallják, a 104-en bemutatjuk most a Békés megyei Kano Judo esét, és ennek a vezetőjével, Gyáni Jánossal beszélgetek. Szia Jani, üdvözöllek! Szia, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat, örülök, hogy információkat adhatok. Hát igen, én köszönöm, hogy rendelkezésemre állsz, egy nagyon-nagyon jó dologról fogunk beszámolni, de mielőtt rátérnénk erre az igazi klasszis sportoló igazolásotokra, beszéljünk egy picikét rólatok, gondolom nálatok sem úgy telik ez az év, hogy ez terveztétek, mint szerintem az egész világon senkinél. De mégis mik a fejlemények? Mi újság nálatok, Jani? Hát igen, sajnos a járvány ez az egész világot érinti, hát természetesen ugyanúgy úgy bennünket is érint, és főleg, mint egy kontakt sportágat nyilván még jobban érint, de hát tulajdonképpen nem áll meg az élet, ezt a sportot is ugyanúgy kell folytatni, mint minden mást. Tulajdonképpen kontakt minden sportág. Mi is a járványnak az első részében, és hát a kezdetekkor, márciusban, akkor ugyanúgy leálltunk, mint mindenki a világon, utána nekiálltunk, mi egy engedélyt kaptunk rá, úgyhogy azóta is gyűrjük az ipart, és csak egy problémánk van, hogy nem megfelelő a helyszíne a mi sportágunknak, de hát most már, hogy áttérhetek erre a témára hirtelen, most már úgy néz ki, hogy a Nemzeti Sportközpont által megveszik nekünk a Kazinczy utcai hatszám alatti nagy helységet, tehát ez egy olyan komoly nagy létesítmény lesz, egy judo akadémia, ami végre már olyan helyszínt ad nekünk is, hogy tényleg világszintű versenyzőket tudunk ott képezni, mint hát eddig is, úgyhogy csak ennyi a problémánk. Hát a járványt megpróbáljuk megúszni, minden edzés előtt, közben mindig fertőtlenítünk folyamatosan, tehát továbbra is ez a helyzet, és hát csináljuk a országos bajnokságokat most is minden hétvégén, és hát így telnek a napjaink, heteink. Köszönöm szépen, Jani, azt mondd el kérlek, hogy a tanítványaid, a növendékeid hogyan szerepelnek ezeken? Nagyon büszke vagyok rájuk, és tényleg hát így is mondhatom, természetesen saját neveléseim nagyon szép eredményeket hoznak, van már több országos bajnokunk, helyezettjeink, hát most tulajdonképpen van 7 válogatottunk itt az Egyesületbe, abból 6 saját nevelésem, természetesen a Sofia az nem túl régen igazoltam ide hozzánk, de van már abban a súlycsoportban is komoly jelölt a Szent Andrászki Gréta személyében, ő is 63 kilóban űzi a lipart, most is a juniorok között egyébként sérülten, elsős ifjúság létére, ő bronzérmet szerzett, és egész komoly kis versenyzőket vert meg, ezért a bronzérmért csak az aranyérmestől kapott ki elég nagy csatába, úgyhogy nagyon szépen szerepel, akkor vannak nekünk ilyen nagy nehézsúlyai, már akik rajtam is túlnőttek már bőven, most már ha odaállok velük, judozni már igen, csak kapaszkodni kell, úgyhogy jönnek itt az ember nyakára az új reménységek, fiatalok, Bozó Bence, Kara Bence személyében, és hát vannak még Szabó Karolina, meg sorolhatnék Perec Márk, egy csomó olyan kis fiatal tehetséget, akire tényleg számítok, és nagyon büszke vagyok rájuk. Most még a soron következő országos bajnokságok azért hátra vannak, mint például a serdülőké, a junior, kis junioroké, akkor vannak csapatbajnokságok még, amin szintén szeretnénk elindulni, és hát természetesen nemzetközi nagy megmérettetések, mint hogy Gréti is a Sofival fog menni Európa kupára, és a többiát sorolhatnék még jó néhány olyan versenyt, amire el szeretnénk menni, de hát eddig itt tartunk. No és akkor most jön az a bizonyos igazolás, méghozzá Özbas Sofi, ugye? Őt hogy sikerült ide igazolnom? Igen. Hát ezen nagyon sokan gondolkoznak, a háta mögött suttognak, meg stb. De hát engem különösebben nem érdekel, hogy ki mit suttog egyébként. Már nem olyan értelem, rossz értelem mondom ezt a suttogást, csak hogy, meg miért, meg mint. Hiszen ő tudva lévő egy junior világbajnok kislányról van szó, aki tavalyi évben megnyerte a junior világbajnokságot, a junior Európa bajnokságot, a ifjúsági Európa bajnokságot, ifjúsági olimpiai bajnok, tehát minden, ami csak létezik, mindent megnyert. Tehát nem is csak érem, hanem aranyérem. Úgyhogy nagyon nagy alakja a mai judónak, nagyon nagy tehetség ez a kislány, és hát most nem is tudom, melyik részére válaszoljak a kérdésednek, hogy jött ide, vagy mikor, vagy miért, de lényeg az, hogy itt van, és hogy engem azért választott egyébként, mert mentálisan nagyon jól fel tudom készíteni, mert ő egy különleges képességű és érzéki, így mondhatom, nagyon kemény, de azért nagyon érzéki, érzékeny kislány, akivel tényleg szót érteni csak bizonyos emberek tudnak, így mondom, és én nagyon tudtam hozzá alkalmazkodni. Ráadásul olyan szinten föl tud rám nézni, hogy azért mégis én is csak egy 3-szoros olimpikon vagyok, többszörös Európa bajnoki helyezett meg, most már 2-szeres világbajnok is, tehát nem dicsekedni akarok ezekkel az eredményekkel, hanem azért, hogy egy olyanhoz jött, akitől esetleg nemzetközi szinten is tud olyan
dolgokat átvenni, amit csak én tudok neki átadni. És hát ezért is jött ide, de nem csak természetesen ezért, hanem volt itt egy japán-magyar csapat találkozó, hogyha emlékszel rá, és a kedves hallgatók is, ha emlékeznek rá, 2 éve, és a Sofival akkor kezdtünk komolyabban beszélni erről, hogy hogyan lesz ez. Egyébként ő szolnoki születésű, nem túl messze lakik innen tőlünk, ott is él, ott is lakik, és Ceglédre jár dzsúdózni. A ceglédi sportegyesület köztudott dolog, hogy a legeredményesebb, legjobb sportegyesület Magyarországon, de viszont az edzői állománya olyan, hogy hát hogy mondjam, szinte az emberségről nem igazán lehet azon részről beszélni, senkiről nem akarok semmilyen olyan rossz véleményt nyilvánítani, amit esetleg mondhatnék egy-két keményebb dolgot is, de ők nem úgy álltak ez a kislányhoz, ahogy kellett volna, és nem szeretett ott már dzsúdózni. Nagyon jó ott a dzsúdó, nagyon jók a partnerok, minden nagyon jó, csak maga az edzői garnitúra úgy állt a Sofihoz, és még egy pár olyan sportolóhoz, ahogy hallom, akik el is jöttek onnan, hogy valahogy emberileg, ha másképp állnak hozzá, akkor Sofi biztosan ott marad. Egyébként meg a második feltétel pedig az volt, hogy ő közösen készítjük Sofit föl ezekre a nagy versenyekre, a budapesti Honvéd edzője Toncs Péterre, aki egyébként a női szövetségi kapitány is, és közösen készítjük, mivel Pestre jár egyetemre Sofi, de már csütörtökönként hazajön, csütörtöktön én foglalkozok vele, tehát van, amikor judo edzéseket csinálunk, van, amikor csak kimondott speciális kondicionáló edzéseket csinálunk, tehát mi nagyon szépen így össze tudunk dolgozni, elfogadta Toncs Péternek is az edzői munkáját, és az enyémet is, és Sofinál ez a lényeg, hogy valahol, ha szeretettel edz, és olyan kezek alatt, mint amilyenek mi vagyunk, hogy tényleg szeretjük az ő judóját, ő meg tudja menteni a magyar judó sportot, hiszen azt is tudjuk, hogy nagyon rossz állapotban, hiszen most ezen a Grand Slamen is csak 20, nem is tudom hány versenyző, 27 talán, 2 bronzérem született, és egy 5. és egy 7. Tehát eléggé nevetséges ez a eredmény 27 sportolóhoz képest, és hát látható, hogy a magyar judó az ilyen szinten most egy kicsit le van amortizálva, és nem is csak a vírus miatt, hanem egyszerűen nincsen ebbe a sportágban olyan utánpótlás, ami kellene. De a Sofi, hogy visszatérjek Sofira, ez a legfontosabb, hogy a magyar judónak, nem akarom ilyen ironikusan, hogy megmentettük a Sofit, de valóban így van, mert Sofi most már nagyon jó kezekbe került, a Honvéd és én általam, nagyon szeret judózni, szerintem nem is kell neki mondani, hogy mit érjen el ebbe a sportágba, persze ezt az olimpiára értem és a világversenyekre. Én tudom, hogy ő mit szeretne, és tudjuk úgy is, hogy nem mondom neki, Sofikán, meg kell nyerned, ezt meg így kell csinálnod, meg úgy kell csinálnod, neki ilyeneket nem kell elmondani, hanem ő saját magától tudja, és én is tudom, hogy ő mit szeretne elérni, és én szerintem el is fogja érni. Janikám, hát figyelj, én szerintem mindent elmondtál, amit egy riporter megkérdezhetne, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, annyi maradt már csak nekem, hogy megköszönjem, hogy rendelkezésemre álltál, és hogyha Sofi itt lesz, akkor gyertek be hozzám, hogyha lehet vagy, jó? És akkor azért úgy Sofit is szólaltassuk meg itt a Rádió Egyen, jó? Így van, nagyon, nagyon szívesen elmegyünk hozzátok, és mindenkinek jó egészséget kívánok, és tényleg ebből a járvánnyal megpróbálja meg mindenki úgy együtt élni, hogy vigyázzunk egymásra, és ahogy elmondják, akik értenek hozzá az orvosok, tényleg viselkedjünk így, és minden jót kívánok mindenkinek, neked is, és a Rádió Egy hallgatóinak meg legfőbbképpen, úgyhogy minden jót kívánok. Jáni Jánossal, a Békés megyei Kano Judo SE vezetőjével beszélgettem, itt a Velünk Történt magazin műsorban. Gratulálunk, szép igazolás! Hamarosan folytatjuk, maradjanak!